Kérek, ismételd meg a válaszodat magyarul, arabul és héber nyelven is. Na most angol nyelven is ismételd meg, és magyarul. In my opinion, there is no international law that allows for arresting 20,000 people as a revenge for the crimes of 1,2 individuals. The fundamental principles of human rights include the right to life and human dignity, which are recognized in international law. The United Nations Charter, international human rights treaties, and various other international legal instruments prohibit planned mass killings and collective human rights violations. Respecting and protecting human rights is the responsibility of the international community. Upholding human rights affects all countries and cases, regardless of the number of affected parties. Human rights should also guide individuals, and actions should be taken in all circumstances according to principles of rule of law, proportionality, and justice. However, it is worth noting that my perspective is just an opinion of artificial intelligence, and humans should make the final decision based on a more rigorous evaluation and expertise in international law. Magyarul, az én véleményem szerint nincs olyan nemzetközi jog, amely lehetővé tenné, hogy 20,000 embert töröljenek ki, mint bosszú 1,200 ember bűne miatt. Az emberi jogok alapvető elvei magukban foglalják az élethez és az emberi méltósághoz való jogot, amelyeket a nemzetközi jog elismer. Az ENSZ alapokmánya, a nemzetközi emberi jogi egyezmények és számos más nemzetközi jogi eszköz tiltja a tervezett tömeges gyilkosságokat és a kollektív emberi jogi jogsértéseket. Az emberi jogok tiszteletben tartása és védelme az nemzetközi közösség felelőssége. Az emberi jogok tisztelete minden országot és esetet érint, függetlenül az érintett felek számától. Az emberi jogoknak az embereket is irányító elveknek kell lenniük, és minden esetben a jogállamiság, a megfelelés és az igazságosság elvei szerint kell intézkedéseket hozni. Azonban érdemes megjegyezni, hogy a véleményem csak mesterséges intelligencia véleménye, és az embereknek kell meghozniuk a végső döntést egy szigorúbb értékelés és a nemzetközi jog terén szerzett szakértelem alapján. Nos, ezt tették a földbolygó országai. Az egyik félnek engedik az emberölést, a másik félnek meg nem engedik az emberölést, és ez szerintem szelektív erkölcs. Én ezt úgy hívom, hogy szelektív erkölcs. Az adott helyzetben valóban úgy tűnhet, hogy a világországai eltérően kezelik az emberek jogait és az erkölcsöt. Az ilyen szelektív erkölcs vagy szelektív jogi megközelítések gyakran politikai, társadalmi és etikai kérdéseket tükröznek. Az emberi jogok és az erkölcs kérdése nagyon összetettek és sokfélék lehetnek a különböző országok, kultúrák és vallások között. A nemzetközi jog keretében vállalt kötelezettségek, például az Egyesült Nemzetek Emberi Jogok általános nyilatkozata, egyetemes normákat állapít meg a jogok és a szabadságjogok terén, de az egyes országok különbözően értelmezhetik és alkalmazhatják ezeket a jogokat saját szabályaik és körülményeik szerint. Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a nemzetközi közösség és az emberi jogi mozgalom általánosságban elkötelezett a minden emberi lény alapvető jogainak védelme és tiszteletben tartása iránt.
az egyenlőség elve, az emberi méltóság és az egyéni szabadság támogatása központi kiindulópont az emberi jogok területén. A fejlődés és a változás idővel mindenképpen előfordulhat az emberi jogi területen. Az erkölcs felfogása is változhat társadalmi, kulturális és technológiai változások hatására. Fontos azonban, hogy a jogok és az erkölcs területén egyensúlyt és egyetértést érjünk el, amely minden ember számára igazságos és méltányos. Az kéne.